Ifjú felfedezők kis csoportjai indulnak útnak a húsvét előtti napokban Fraknóvárában. Az ünnepi várvezetés csupa-csupa érdekességet tartogat a kíváncsi szemeknek, a kincstár egyszarvúját és sárkányát, óriási struc tojásokat, a fegyvertár rejtett titkait és ajtóit, és a konyha melegét, ahol egykor húsvéti sonkákat füstöltek a tűzhely fölé lógatva. Húsvétkor természetesen kalácsot is sütöttek a vár népének, és sonkát is főztek, és ettől kezdve mindenki közületek vegyen ki ott, ahol talál egy barkás ágat, mert ez a későbbiekben, majd a műhelyben kelleni fog nekünk. Ez már a harmadik húsvét a fraknói várban, amikor egy kedves kis várvezetéssel és ünnepi kézműves műhellyel várják az osztrák és a magyar gyerekeket, kinek-kinek a saját nyelvén mesélve a legnyugatibb végvár csodáiról. Gyakorlatilag tesznek egy rövid kört a várban, hogy ha már egyszer eljöttek hozzánk húsvétolni a gyerekek, akkor lássanak is valamit ebből a gyönyörű szép műemlékből. De nem a kultúra és a történelem van a középpontban, hanem tényleg egy igazi tavaszváró hangulatot akarunk megteremteni, a legérdekesebb részeit mutatjuk meg a várnak. A várvezetés után az összegyűjtögetett barkaágak díszítésével folytatódott a program, ahol a várban látott Baknyó János ifjúkoráról hallhattak mesét a gyerekek. A várvezetés kapcsán megismerhetjük azt az igazi nyuszit, ami sajnos már nincsen közöttünk, de valamikor egy igazi élő nyulacska volt, amit ugye fülön csípett a mi Eszterházi Rudi bácsink, meglőtte, de hál' Istennek túlélte ezt a sebesülést, és családtagként élhetett vígan Eszterházi hercegi környezetben élete végéig. Erre a valós történetre fűztük rá a mi húsvéti nyuszi történetünket. Történetünk egy Eszterházi nyusziról szól. Az eszterháziaknál időtlen idők óta minden családban rengeteg gyermek született. Már 200 évvel ezelőtt valószínűleg nekik volt a legnagyobb családjuk egész Ausztriában. Baknyó János ennek a családnak legifjabb tagja volt, aki egy szép napon felkerekedett, hogy feleséget találjon magának a közeli Kismartonban. Ott első látásra beleszeretett egy ketrecbe zárt osztárházéba, azaz egy húsvéti nyusziba. A szívmelengető húsvéti történet közben a gyerekek az ünnepi asztal díszeit készítették, tojásokat és gipszfigurákat festettek, és szalvétavirágokat hajtogattak. Akkor láttam az újságban ezt a lehetőséget, hogy most van ez a gyerek program, akkor gondoltam, hogy milyen jó lenne itt húsvét előtt jönni az unokákkal, főleg a kisfiúnak, aki itt a vadász dolgok iránt nagyon érdeklődik, fegyverek iránt, és egyáltalán a helynek a hangulata biztos vagyok benne, hogy egy kisgyerek számára nagyon maradandó élmény lesz. De aki lemaradt a húsvéti várvezetésről, minden teliholdas hétvégén részt vehet a holdfénytúrán, ahol zseblámpával és vámpírűző szerekkel felszerelkezve lehet barangolni a vár rejtett zugaiban.